Üdvözöllek a Tudatos Teremtés csatornán, ahol minden héten új videókkal várlak. Ha nem szeretnél lemaradni, akkor iratkozz fel a csatornára. A mai videóban az egészség lesz a téma, az, hogy hogyan is lehetsz egészséges. Olyan tippeket osztok meg veled, ami hatalmas javulást hozhat az egészségeddel kapcsolatban. Ezekkel a tippekkel sokkal könnyebben elengedheted azt az elképzelést, hogy valamilyen betegségben szenvedsz, vagy hogy te könnyen megbetegedhetsz bármikor. Abban próbálok segíteni, hogy újra, vagy esetleg még inkább egészséges legyél a vonzás törvénye által. Először is azt szeretném mondani, hogy én úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan rá képessége, hogy meggyógyítsa saját magát. A gondolkodásunkkal és azzal, hogy mennyire tudunk a jelen részévé válni, és így élni, és ez mellett természetesen az étkezés is nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy mennyire is vagyunk egészségesek. Az, amit megeszel, a részeddé válik. Amit megeszel, az lebomlik, és egy része energiát ad, egy része pedig a részeddé válik. Minél több tápanyaggal teli ételt fogyasztasz, annál jobban fogod magad érezni a bőrödbe. Amikor erre elkezdtem sokkal jobban odafigyelni, nagyon gyorsan érezhető volt a pozitív változás. Ahogy elkezded érezni ezeket a változásokat, annál inkább jól fogod magad érezni a bőrödbe, és ez lesz az igazi motiváció számodra. Egy fontos dolog, ami nagyban hozzájárulhat az egészségedhez, az a meditáció. Amikor elkezdtem meditálni és megtanultam, ez mit jelent, akkor tanultam meg odafigyelni a gondolataimra és a jelenben élni. Amikor elkezded tudatosan megfigyelni a gondolataid, akkor rádöbbensz, mik azok a dolgok, amikben hiszel. Mint például abba, hogy valamilyen betegséggel rendelkezel. Ha az a meggyőződésed, hogy valamilyen betegség az életed része, akkor azzá is fog válni. Mondjuk lehet ez egy allergia. Hiszel benne, az a meggyőződésed, hogy allergiás vagy, és ennek tisztában vagy a tüneteivel is. Így amikor jön a tavasz, rengeteg embertől hallod azt, hogy nagyon szuper, jön az allergia szezon, és folyamatosan vörös lesz a szemem, és tüsszögni fogok. És ez így is igaz. Ez uralkodik a rezgésedben, így ez lesz az életed része, ez nem lehet másképp. Amikor tudatosítod magadba, hogy te ebben hiszel, akkor lehetőséged lesz ez átírni. Mondhatod azt, hogy te most csak egy kicsivel többet tüsszögsz, de ez semmi komoly, és egyre csak javulni fog a helyzet. Azt az érzést kell tudatosítani magadba, hogy te teljes mértékben egészséges vagy, hiszen csak is ekkor lehet ez az állapot az életed része. Kezd a napodat 10-20 perc meditációval, kinek mennyi ideje van, és végezd el ezt este is. Ennek az a lényege, hogy szépen el tud engedni a korábbi meggyőződésed, és helyettesíteni őket egy újjal. Természetesen nem vagyok orvos, így ha olyan betegséged van, amire mondjuk gyógyszert szedsz, nem azt mondom, hogy ezt csak úgy hagyd abba. Csupán annyit, hogy tudd, miben hiszel, és hogy ez mit jelent, milyen hatása van az egészségedre jelen esetben. Amint ezt tudod, változtasd meg az ezzel kapcsolatos hited. Amikor meg vagyunk róla győződve, hogy valamilyen betegségünk van, akkor a tüneteire fókuszálunk, és ezáltal felerősítjük azokat, és saját magunk helyzetén rontunk folyamatosan. Amire fókuszálsz, amire figyelmet fordítasz, abból lesz több az életedbe. Én például évek óta nem voltam beteg. Persze ehhez a táplálkozásomnak is sok köze van, de korábban az volt a meggyőződésem, hogy évente egyszer csak-csak megbetegszik az ember, és ez meg is történt velem is. Miután erre rádöbbentem, és megváltoztattam, és az lett a meggyőződésem, hogy mivel én igyekszem minél egészségesebben étkezni, így ez velem nem történhet meg, azóta nagyon is egészséges vagyok. És lehet, hogy voltak olyan napjaim, amikor úgy éreztem, mintha valami bujkálna bennem, ilyenkor még több zöldséget és gyümölcsöt ettem, több folyadékot fogyasztottam, és így másnapra nyoma sem volt ennek. Ezt a hitet te is kialakíthatod, és megszabadulhatsz a különböző betegségektől. A legtöbb ember meg van róla győződve, hogy egy évben legalább egyszer meg fog betegedni, és így meg is betegszik. Tudjuk, hogy az elménk nagyon erőteljes, és a gondolataink által különböző tapasztalatokat vonzhatunk az életünkbe, és ez nincs másképp a betegségekkel sem. Ha egészséges szeretnél lenni, abban kell hinned, hogy teljes mértékben az vagy. Meg kell teremteni a szervezetednek azt a környezetet, ami ezt lehetővé is teszi. Te is tudod, hogy amikor egészséges ételeket fogyasztasz, friss gyümölcsöt, turmixokat, több zöldséget, akkor jobban érzed magad a bőrödbe. Ez is hozzájárul természetesen ahhoz, hogy milyen lesz a frekvenciád. Így figyelj arra, hogy elengedő folyadékot fogyaszt és étkezz tápanyagdúsan és változatosan. Amikor nehéz ételeket eszel, nem érzed magad 100%-osnak, és ilyenkor nem is teremthetsz olyan rezgési állapotot, ahol meg tudod magad gyógyítani. Élvezd az életet, érezd jól magad a bőrödbe, és így érheted el az egészséget is.
Rengeteg történetet hallhatsz arról, hogy emberek minden kezelés nélkül gyógyultak meg rákos megbetegedésekből, és még rengeteg más komoly betegségből. Hinned kell és hagynod a szervezetednek, hogy egészséges környezetben működhessen. És ez vonatkozik mind arra, amit a szervezetedbe beviszel, és arra is, ami a fejedben zajlik. Meditálj naponta, és juss el arra a pontra, amikor nem gondolkodsz felesleges dolgokon, a jóra koncentrálsz, arra, ami a jelen része. Így érheted el, hogy olyan egészségre tegyél szert, amiről mindig is álmodtál. Ennyi is lett volna mára ez a videó, ha tetszett, ne felejts el feliratkozni és megosztani ezt a videót, hogy eljuthasson mindenkihez, akinek szüksége van rá. Sikeres teremtést kívánok!